Elkezdődtek a Rákóczi Szövetség nagy nyári táborai, ahol júliustól szeptemberig ismét együtt lesz a Kárpát-medence és a nagyvilág magyar ifjúsága. 6000 diákot és tanárt várnak a táborok, ahová általános iskolások, középiskolások, egyetemisták és tanárok egyaránt érkeznek, nem csak Magyarországról és a szomszédos országokból, hanem félezer diák a tengeren túli magyar diaszpóra közösségekből is bekapcsolódik, Zoltán. A Rákóczi Szövetség elnöke Csáki Csongora vendégem, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Már a tavalyi nyár is úgy alakult, hogy a Kárpát-medence minden szegletéből és a diaszporából is érkeztek a Rákóczi Szövetség táboraiba, és idén holnap kezdődik a tábor sorozat, hiszen többféle tematikus táborban mi mindennel várják a fiatalokat. Nagyon sok minden van a Rákóczi Szövetség nyári programjai között, és ugyan már a nyárnak egy hónapja elmúlt, és hát ez a hónap is azért nagyon sok programmal volt megtüzdelve hiszen a június 4-i Nemzeti Összetartozás napján, eh, ha mondhatom úgy, elrajtolt a Rákóczi Szövetség, hogy a június 4-én megnyithatta a kapuit az a, az a Rákóczi tábor jó hely felett a Várhegy nyergében, ami idén kiegészült egy sportkomplexummal, és igazából... Ez az a bázisa, ez az a tábor a Rákóczi Szövetségnek, ahová várja a fiatalokat. Itt az elmúlt hetekben is vitorlástáborok a Felcsák alapítványjal egy közös lengyel-magyar tábor. Most itt az, ezekben a napokban, ezen a héten éppen egy, egy nagy kárpátai néptánc tábor zajlik itt. Viszont ezek nem a nagy klasszikus táborai voltak a Rákóczi Szövetségnek, amik igazából majd vasárnap kezdődnek el. És ez azt jelenti, hogy hétről hétre egészen szeptemberig legalább 500 fiatal érkezik ide minden, minden héten, köztük két nagy középiskolás tábor, tanártábor, anyanyelvi táborok, egyetemista tábor, és hát vannak olyan speciális tábora is a, a szövetségnek, amik nem itt zajlanak, hanem adott esetben Székesfehérváron színjátszótábor, tábor, Baján van egy nagy hagyományú anyanyelvi tábor. és még a vitorlástáborokból is van hátra jó néhány, amelyek Orfűn, Tihanyban, illetve Nyéklátházán zajlanak tavaly négy anyanyelvi tábor is volt alsó és felső tagozatos diákoknak, akik a Kárpát-medence olyan szegleteiből érkeztek, ahol adott esetben a magyar nyelvvel a hétköznapokban nem találkoznak a magyar feliratokkal. Ez milyen motivációt jelent egyáltalán, milyen útravalót, hogy ékrémet magyarul lehet kérni? Ugye minden tábornok megvan a maga háttere, így az anyanyelvi táboroknak is, ahová idén-nyáron is több mint 2000 alsótagozatos kisdiák érkezhet a kárpát medencének elsősorban a nyelvhatáron, szórványban működő településeiről, iskoláiból. És hát az idejében egy nagy öröm számunkra az, hogy végre a diaszpóra, a tengeren túli diaszpóra is bekapcsolódhat ezekbe a táborokba, és elküldhetik adott esetben Buenos Airesből vagy Sydneyből is a szülők a gyermekeiket, és így együtt lehet akár egy csángó gyermek, egy, egy dél-amerikai magyar közösséghez tartozó kisgyermekkel, és ott lehetnek adott esetben a zoborai, vagy éppen a, a az aldunai ö, magyar diákok is. És ezeknek a táboroknak a legfőbb üzenete, ennek az anyanyelvi tábornok az, hogy egy olyan milliót egy olyan közösséget teremt egy héten keresztül a gyermekeknek, ahol megtapasztalhatják azt, hogy magyarul is lehet fagyit kérni, hogy vannak magyar feliratok, hogy, hogy el tudja olvasni életében talán először az a 8-9 éves gyermek, hogy víz kiárat, hiszen az ő környezetében, az ő településén ezeket mind-mind idegen nyelven látja csak, és rádöbbennek ezek a gyermekek arra, hogy hogy lehet, hogy egy olyan közösségből jött, ahol csak a családban, vagy éppen az óvodában, iskolában beszélték a magyar nyelvet, viszont itt azt látja, hogy, hogy egy, egy, egy olyan közösséghez tartozik, ami gyakorlatilag a világnak számos pontján ott van, hogy, hogy, a magyarság az, az egy sokaság, és ez mikor hazatérnek a gyermekek, és hát reméljük, hogy szép élményekkel és emlékekkel tudnak innét hazamenni, és elmesélik mindazt, ami történt velük, ez, ez pozitív hatással lehet a környezetükre, hiszen ezek a gyermekek azért lehetnek itt, mert amikor ők hat évesek voltak, akkor a szüleik őket magyar iskolába iratták, tehát ez egyfajta akkor magyar jövőt is választanak a szülők, ez nagy felelősség. Ugye egy közösség megmaradásában határon túl a legfontosabb az, hogy amikor a gyermek iskola éretté válik, akkor a szülei magyar iskolába írassák őt, hiszen onnétól kezdve egy olyan útra lép a gyermek, amikor megtanulja mindazt, ami őt magyarra teszi a magyar nyelvet, a magyar kultúrát, a helyes írást is sorolhatnánk. És hát ezt szeretné a Rákóczi Szövetség demonstrálni, ezt megköszönni ebben a formában is, és reméljük, hogy ezek az impulzusok, amik itt érik a gyermekeket, és mikor hazatérnek, akkor másokat is arra bátorítanak, hogy ezt az utat folytassák és kövessék. A középiskolás táborok azt gondolom, az már fogalom a Rákóczi Szövetség életében, hiszen a milleniumkor azzal indult. Így van, ez, ez valóban egy, egy, nagyon nagy hagyomány. Sátor a jó van, amikor a 2000 környékén a akkori piarista tanárok elindítottak egy, egy olyan tábort, ami a magyar diákok és tanárok találkozója volt a Sátoraljó ühé, Magyar Kálváriánál, és azóta ez a hagyomány folytatódott, és talán ez vezetett oda, hogy a Renkóci Szövetség 2019-ben tábor tudott verni Sátoraljó ühé fölött. Egy olyan helyen, ami azt gondolom, hogy a magyar történelmnek és a kultúrának egy nagyon érdekes helyszíneit, nagyon sok minden sűrűsödik. Ezt szoktuk mondani a diákoknak, az odaérkező vendégeinknek, hogy ez a táborhely egy olyan háromszögben található, ami Sárospatak Borsi Kassa ölelésében található, ahol Szent Erzsébe született, ahol Rákóczi Ferenc született, ami Rákóczi földje, a szabadságharcosok földje, ahol olyan diákok tanultak adott esetben a Pataki, a Sárospataki kollégiumban, mint Kossuth Lajos. Ugye itt találkozik ugyanakkor az Alföld a hegyvidékkel, ez a táborhely is egy olyan helyen terül el, ahol itt egy, egy, egészen lenyűgöző panoráma nyílik ki, és hát azok a diákok, azok a középiskolások, akik ebben a két nagy táborunkban majd megfordulnak, júniusban, illetve augusztusban, ők pedig abból a 350 középiskolából érkeznek, úgy Magyarországról, mint a szomszédos országokból és a diaszpórából is kiegészülve, ahol szervezetei működnek a Rákóczi Szövetségnek. Ők azok a diákok, akik egy-egy középiskolában a Rákóczi zászlót tartva próbálnak közösséget közösségi eseményeket szervezni a Rákóczi Szövetség neve alatt, és hát lesz még itt a nyáron pedagógus tábor, ahová pedig azokat a tanárokat várjuk, akik az év, a tanév különböző időszakaiban együttműködnek velünk, tanulmányi vetélkedőkre készítik a diákokat, adott esetben nemzeti ünnepen, ünnepeken utazásokat szerveznek, akik a saját meglévő munkájuk mellett még valami puszt is hozzátesznek a gyermekek identitásához, és itt szeretnénk nekik is megköszönni mindazt, amit évközben a diákjaikért, illetve a, a közösségeikért tesznek beszéltünk az általános iskolásokról, középiskolásokról, de egyetemistákat is várnak, illetve fogadnak a Rákóczi táborokba, akik már nyilvánvalóan a tudomány, a közélet és a gazdaság iránt is érdeklődnek. Éppen múlt héten zajlott egy, egy Rákóczi Szabad Egyetem sátorai újhelyen, ami, ami szintén egyetemistákat szólított meg, ez egy, ez egy úttörő rendezvény volt. Ugyanakkor minden augusztus végén van egy, van egy nagy hagyományú egyetemista tábora is a szövetségnek, talán ez volt az úttörő rendezvény, hiszen 1989-ben szervezte ezt meg Halci József elnök úr, még, még annak idején a, a Szentendrén, az EGI üdülőjében, és hát ebből ebből indult el talán a, Rákóczi Szövetség összes rendezvénye. Hadszelnök úr, amikor még, még köztünk volt, akkor el szoktam mesélni azt, hogy ebből a táborból, amikor a diákok hazatértek a Nyitrai Egyetemre, főiskolára, akkor ott még, még őket 89. szeptemberében, hogy ők Magyarországon egy ilyen rendezvényen részt vettek, de aztán ebből egy szép hagyomány lett, és az idei nyáron is várjuk augusztus utolsó hetében majd ide azokat az egyetemistákat, akik valamilyen formában kapcsolódnak a Rákóczi Szövetséghez úgy határon belülről, mint határon túlról. Tartalmas időtöltést kívánunk mindenkinek, aki érintett a táborokban. Csáki Csongornak köszönöm szépen, hogy itt volt és mindenről beszélhettünk. Én köszönöm.